Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nagy területen kiszáradt a sötét völgyi tó, 60 cm-nyi víz hiányzik a mederből. Hirtelen lehűlés. Hogyan hat a hőmérséklet változás szervezetünkre? Tűzifa csalás. Fokozott odafigyeléssel vásároljunk tűzifát a téli szezonra. Péntek 13. Ki mit gondol a babonáról? A nyári extrém időjárás miatt nagy területen kiszáradt a sötét völgyi tó. A nyáron olyan is előfordult, hogy a tó vize 32 Celsius fokos volt. A szakértő szerint a mederből mintegy 60 cm-nyi víz hiányzik. Így fest jelenleg a Szekszárd mellett található sötét völgyi tó. Többen járnak most ide, hogy megtekintsék a nagy területen kiszáradt medert. A zsilipek nyitva vannak, azonban a tó a szárazság miatt a Rákpatakból már másfél hónapja nem kap vizet. A helyzetről Nagy Csabát, a vizet kezelő közalkalmazotti horgász egyesület elnökét kérdeztük. Augusztus 10-e óta. Akkor takarítottuk ki közösségi munkával a befolyó rendszer, tehát itt van egy kilométeres ilyen ásott és természetes árok befolyó rész, és nem jön a víz, mert hát nincs honnan jönni. Az sem kedvező, hogy a Rákpatak vize 5 tavat tölt fel, mielőtt eljut a sötét völgybe. 2 Zsibriken, 2 itt a szép tölgyesi részeken, egyet pedig a Börzsönynél egy kis tava, tehát mire azok a tavak megtelnek, azután érkezik ide hozzánk víz, sajnos. Mi vagyunk az utolsó tó. Nagy Csaba úgy látja, a tó helyzete még nem annyira rossz. Van mély víz, tehát ha lehet utózódni a sziget és a töltés közötti része, mert most is van 1,5-2 méteres víz, csak hát ez a rész itten most nem nagyon horgászható. Az alacsony vízállás a tóban halpusztulást nem okozott. Egy-két nap alatt hirtelen nagy mértékben lecsökkent a hőmérséklet térségünkben, és az eső is megérkezett. A gyors változás többek szervezetét megviselheti. Erről kérdeztük dr. Sranc Róbert, szekszárdi házi orvost. Az érkező fronttal a hőmérséklet a napokban szinte a felére csökkent, a hirtelen változás pedig mindenkit érint. Alapvetően a betegeket, a krónikus betegeket elsősorban, a szív- és érrendszeri betegséggel rendelkezőket elsősorban. Fontos azt tudni, hogy ilyenkor a gyógyszereket pontosan kell szedni. Ha valamilyen probléma merül fel, akkor szíveskedjenek, akiknek van ilyen gondjuk, szólni nekünk, és igyekszünk segíteni nekik. A front hatására szédülés, vérnyomás esés, fejfájás jelentkezhet. Nem mindenki érzékeny. A frontérzékenység az lehet kettős, van, akik mind a kettőre érzékeny, van, aki csak a meleg frontra, van, aki csak a hideg frontra. Ugye például ilyen is előfordulhat, hogy lecsökken a hőmérséklet nagyon, és megszaporodnak a felfázással és megfázással jelentkező betegségek. A hirtelen lehűlés a megkérdezettek közül is sokakat megviselt. Engem megvisel, mivel én műtve vagyok. Csipőprotézisem van, és engem a hideg is és a meleg is megvisel. Ez nagyon kellemetlen. Meleg után nem jó. És hogy vészel így át, vagy hogy érzi így most? Hát úgy, hogy nem aludtam az éjjel. Köszönöm. Ez miatt biztos, meg az eső miatt, úgyhogy viszont az eső nagyon kellett. Mások viszont örülnek a hőmérséklet csökkenésnek. Nehezen bírtam a meleget, és most ez jó nekem. A gyerekek általában az ilyen időszakokat könnyebben átvészelik. A probléma inkább az időseknél és az érbetegeknél, szívbetegeknél jellemző. Az időjárás előrejelzés szerint tartós esőre lehet számítani Magyarországon az elkövetkező napokban. Számos dologra érdemes ilyenkor odafigyelni. Óvatosabban és körültekintőbben kell közlekedni az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Érdemes figyelemmel követni a Hungaromet előrejelzéseit, akár a met.hu weboldalon, vagy a katasztrófavédelem vész telefonra is letölthető applikációján keresztül naprakész információkhoz juthatunk. Azokon a helyeken, ahol tartós esőzésre, nagy mennyiségű csapadékvízre számíthatunk, ott érdemes a vízzel vezető árkokat, valamint a vízátereszeket kitakarítani, hogy a víz tovább tudjon folyni. A pincéket érdemes áramtalanítani, valamint értéktárgyainkat még idejében kimenteni, gépjárműveinkkel célszerű kerülni a mélyen fekvő területeken,
illetve a fák alatt történő parkolást. Még mindig nincs nyoma az egy hete eltűnt Boldog Dánielnek. A 29 éves fiú rejtélyes eltűnéséről édesanyja számolt be a közösségi médiában. Dániel Kalocsa Dusnok környékén szállt le egy buszról, mert rosszul érezte magát. A fiú azóta eltűnt. A hatóságok nagy erőkkel folytatott keresés ellenére sem találták meg. A történet az országos sajtót is bejárta, a bejegyzés pedig már több mint 40 ezren osztották meg. Az édesanyja legutóbb szeptember 13-án pénteken azt közölte, a szombaton polgárőrök szervezésében tovább keres. Beköszöntött az ősz, és ezzel párhuzamosan a tűzifa eladások száma is megnövekedett. Ez magával vonja a csaló tűzifa kereskedőket is. A témáról Komlósiné Kis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője számolt be. Sokan nem gázzal, hanem fával tüzelnek idén is, és ezt több kereskedő kihasználja oly módon, hogy megkárosítják a tűzifát vásárolni kívánó szemét pénzzel, minősíthetetlen faáruval és hamis köbméter kiszállítmányozásával. Pontosan ezek miatt, és ezek megelőzése miatt szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ellenőrzött tűzifárusoktól vásároljon. Ez azt jelenti, hogy a Nébik oldalán megtalálja azokat a hiteles tűzifárusokat, akik megfelelő minőségű és mennyiségű fát fognak számára kiszállítani, illetve elsősorban erdészetektől vásároljanak, hiszen ott tudja azt, hogy milyen minőségű fát és milyen fajta fát fog majd kapni a későbbiekben. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy milyen eseteket kell elkerülni favásárlás során. Kerüljék az olyan hirdetéseket, amelyeknek során csak egy telefonszámot ad meg a tűzifát árusító személy, hiszen nem tudja innentől visszaellenőrizni azt, hogy a későbbiekben milyen fát kap. Azt is kerüljék, hogy a késő esti órákban hozzák meg számukra a tűzifát, hiszen amikor este nagy halomba lepakolják ezeket a fákat, akkor annak minőségét nem tudja ellenőrizni a vevő, illetve azt sem, hogy a fa mennyire száraz vagy nedves, hiszen a nedvesebb fa sokkal nagyobb tömeggel bír, azonban a fűtőértéke sokkal kisebb, mint egy jól kiszárított fának. Számlaképes vásárlás a legtisztább vásárlási forma ilyen esetekben is. Minden esetben kérjenek számlát a vásárlásukról, hiszen későbbiekben, ha probléma van, így fognak tudni majd reklamálni. Fontos az, hogy hogyan, mi módon szállítják ezt számára, a vevő számára, hiszen hogyha ömlesztve hozzák a tűzifát, akkor annak a köbözése sokkal nehezebb, illetve annak a mennyiségének a meghatározása. Az erdei köbméter vásárlása és ha a kalodákban érkezik a vásárolni kívánt tüzelő, sokkal visszaellenőrizhetőbb. Ugyanakkor fontos megvizsgálni ezeket is szállításkor, hiszen előfordulhat, hogy a kalodák külső részében jó minőségű termék, a belsejébe pedig nedves áru kerül. Ezekre szeretnénk elsősorban tehát felhívni a figyelmet, hogy a tűzifa vásárlásakor mindig ellenőrizzék vissza azt, hogy kitől vásárolják a fát, milyen mennyiséget vásárolnak, hogy mázsában vásárolják, vagy inkább köbméterben vásárolják, és azt, hogy a fának milyen a minősége, hiszen nem mindegy, hogy jól kiszárított tüzelőfát, vagy pedig valami nedves, rossz minőségű fát vásárolunk. Fokozottan ügyeljünk a nyugdíjasokra is, hiszen sokuk kevés pénzért vesz tüzelőt számla nélkül, így könnyen becsaphatják őket. Észak-Macedóniában augusztus elején pusztító erdőtüzek oltásában közreműködő szexuális tűzoltókat köszöntöttek a belügyminisztériumban. A lánglovagoknak 11 nap után sikerült megfékezni a tüzet. Szexárdról Jantner Attila Zsolt, Visnyei Adorján Zsolt és Kosaras Máté rendkívüli helytállásért érdemjel aranyfokozatát vehették át. A szekszárdi területi vérellátó központ a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Tarcsai utcai épületébe szervezett kiszállásos véradást szeptember 12-én. 71-en, köztük hivatásos állományúak, rendvédelmi alkalmazottak és munkavállalók adtak vért, hogy segítsenek másokon. A főkapitányság részére 2012-ben a Magyar Vörös Kereszt országos vezetősége véradóbarát munkahely kitüntető címet adományozott, az együttműködés azóta is folyamatos. Az idei nyár volt a legmelegebb a mérések kezdete 1901 óta, az évszak 23,5 Celsius fokos középhő mérséklete országos átlagban 2,7 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti évek átlagát, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az évszak csapadék összege országos átlagban 130,1 mm volt, ami az 1991-2020 közötti évek átlagának csupán 64%-a.
Péntek 13. Sokan tartanak a balszerencsésnek gondolt naptól, mások értelmetlen babonának tartják. Szekszárdiakat kérdeztünk. A péntek 13-ával kapcsolatos babona eredete több forrásból és kultúrából táplálkozik, egyértelmű gyökerét nehéz meghatározni. A 13-as szám balszerencséje többek között a vallásban is megjelent. A keresztény hagyomány szerint Jézus utolsó vacsoráján 13-an voltak jelen, és mint ismert, az egyikük Júdás volt az, aki elárulta Jézust. A különleges napról megoszlanak a vélemények. Nem vagyok, régen az voltam, most már egyáltalán nem vagyok. Átlagos nap szerintem. Aki bemeséli magának a negatív dolgot, az valószínűleg utol is ér. Szerintem egyáltalán nem számít az egész. Szerintem csak egy sima nap, nem vagyok babonás, de azért remélem, hogy nem fog semmi rossz történni velem. Én sem vagyok babonás, de például ma lesz meccsem, úgyhogy azért kicsit félek, hogy megsérülök, vagy bármi ilyesmi, nem hiszek benne, de azért mégis ott van a fejemben ez az egész. Mások a napot a megszokottakkal ellentétben éppen szerencsésnek gondolják. Szerintem jó. Én ilyenkor születtem, péntek 13-án. Szóval nem jó. Neked is inkább szerencsésnek gondolod, mint... Igen. Azt, hogy nekünk szerencsét fog hozni, és jó időt, Mohácsra megyünk strandra főzni, úgyhogy reméljük, hogy az eső eláll, és nekünk működni fog péntek 13. Péntek 13-a, mint szerencsétlen napra vonatkozó első írásos említések a 19. századra vezethetők vissza. A babona elterjedése igazán a 20. században vált általánossá, amikor a téma a popkultúrában és a filmekben is megjelent. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Pro Civitate díj elismerések. Pécsi olimpikonokat, paralimpikonokat jutalmaztak a Városházán. 4 év alatt 6000 embernek segítettek. Jól működik az áldozatsegítő központ Pécsen. 1000 indok. Az őszi Balatont népszerűsítik. A párizsi ötkarikás játékok pécsi hőseit fogadták a város vezetői csütörtökön. Minden rajthoz álló pécsi sportoló elismerő oklevelet kapott a Városháza dísztermében. A már 3-szoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia pedig Pro Civitate díjat vehetett át. A párizsi olimpián, paralimpián versenyző pécsi sportolók és edzőik felkészítőik a közös képen. A Városháza dísztermében köszöntötték őket. Konkoly Zsófia kiemelkedő teljesítményéért megkapta a Pro Civitate díjat. Abszolút meglepett, örültem neki, tényleg hálás vagyok minden miatt. Így fogadta az elismerést a paralimpikon bajnok, aki beszélt paralimpiai élményeiről is. Mindenképpen életre szóló élmény, ez volt a 3. paralimpiám, és minden 3 paralimpia más és más volt. Rióban 14 éves voltam csak, de ott voltak nézők, úgyhogy ezt is megtapasztaltam valamennyire, nem tudtam annyira megélni. Tokióban jöttek az eredmények, viszont nem voltak nézők, most viszont ez a kettő így együtt páros volt, és ez tényleg nagyon különleges volt, családom, barátaim kint voltak, együtt szurkoltak nekem, úgyhogy ez nagyon jó volt. Párizsban izgalmas, szoros döntőket úszott, ezt is felidézte stábunknak. A 400 gyors az elképesztően nehéz volt, tényleg ott nagyon sokkal előttem volt az ausztrál lány, és onnan sikerült visszahozni. Meglepődtem én is, hogy ennyire bírtam, én meg ennyire nem bírtam, úgyhogy ez jól jött ki a 200 vegyesen, meg számítottam arra, hogy ennyire szoros lesz a spanyol lányal a verseny, de örültem neki, hogy végül én jöttem ki elsőnek. Pécs polgármestere és edzője köszöntötte Párizs pécsi hőseit. Büszkék vagyunk mindannyian, a teljes város közössége nevében nagyon nagy szívvel adtuk át azokat az okleveleket a sikeres pécsi olimpiai és paralimpiai sportolóinknak, akik eredménnyel szerepeltek kint, és az edzőiknek is, hiszen hála annak a közös erőfeszítésnek, ami elérhette azt, vagy ami eredményezte azt, hogy ma ez a pécsi közösség ilyen nagyszámú és ilyen fontosságú eredményeket ért haza. Konkoly Zsófiát külön is díjazták, ami egyöntetű döntés volt a pécsi közgyűlés részéről. Azt gondoltuk, hogy ezekkel az oklevelekkel kifejezzük a hálánkat minden olimpikonunknak, paralimpikonunknak, de Konkoly Zsófi kapcsán a pécsi közgyűlés úgy döntött, hát azt gondolom, hogy olyan sporttörténeti eredménnyel jött haza Párizsból, hogy ez a minimum, hogy Pécs közösségének ki kell fejezni a háláját, és ő ezért egy Pro Civitate díjjal gazdagodott, ha mondhatom ezt, egyöntetű támogatással, hiszen 2 arannyal és 1 ezüstérrel hazatérni párizsi olimpiáról, azt gondolom, hogy bármilyen ország, bármely városának óriási érdem. Az ünnepségen minden politikai oldal képviselője gratulált az olimpikonoknak, paralimpikonoknak. A sportolók most megérdemelt pihenésüket töltik, majd újra edzésbe állnak, hogy felkészüljenek a következő versenyekre.
Pécsre látogatott az áldozatsegítő központok tevékenységének kommunikálásáért felelős miniszteri megbízott. Király Nóra a baranyai szakemberek munkájával, a szervezet működésével ismerkedett. A pécsi központ már 6000 áldozatnak nyújtott segítséget. Megbeszélés a pécsi áldozatsegítő központban. Király Nóra miniszteri biztos látogatott el ide, hogy tájékozódjon az iroda működéséről. Erről tájékoztatót is tartottak a megbeszélések után. Én most már lassan egy éve felelek az igazságügyi minisztériumban azért, hogy az áldozatsegítő központoknak minél nagyobb nyilvánosságot adjunk, lássák az emberek azt, hogy baj esetén van hova fordulni. Pécsen az egyik legjobban működő áldozatsegítő központ található, és az országjárásom keretében mai napon ellátogattunk miniszterhelyettes úrral ide, azért, hogy saját szemünkkel, illetve saját fülünkkel megtapasztaljuk azt, hogy milyen munka is zajlik itt. Országosan jelentős segítséget nyújtanak az áldozatsegítő irodák. Szeretnék elérni, hogy minden vármegyében legalább egy ilyen központ létesüljön, aztán lehet majd bővíteni is, mondja a miniszteri megbízott. 10000-es nagyságrend az, akiknek országos szinten segítünk, 16 áldozatsegítő központ működik, 4 áldozatsegítő pont, illetve ugye az áldozatsegítő vonal, és hamarosan nyílik a következő központ Győrben, és utána még van hátra 3 vármegye, ahol szeretnénk jövő évben megvalósítani ezt a központot, és akkor utána majd meglátjuk. 2010-ben még több mint 14.500 regisztrált bűncselekményt rögzítettek az akkori rendőrségi beszámolókban. Már ez a szám jelentősen csökkent, mondja a vármegyei önkormányzat elnöke. Közel a harmadára esett vissza, most 5500 alatt van a regisztrált bűncselekmények száma Baranya vármegyében, azonban mindannyian tudjuk azt, hogy annak az embernek, családnak, személynek, aki bűncselekmény áldozatává vagy sértettjévé válik, az is sok, ha ő adott esetben, ő az az egy bűncselekmény egy településen, amely regisztrációra került. Éppen ezért fontos, hogy legyen az államnak, a kormánynak olyan szerve, amelyre számíthatnak a bajba jutottak. Baranyában ez hatékonyan működik. A bűncselekmények áldozatai többféle segítséget kaphatnak a központban, mondta a központ koordinátora. Ha valaki bűncselekmény áldozatává vált, kaphat jogi, pszichológiai, érzelmi segítségnyújtást, vagy akár a bűncselekmény következtében keletkezett krízis helyzet enyhítését szolgáló természetbeni vagy pénzbeni támogatási formákat. De nem csak a bűncselekmény áldozatai azok, akik felkereshetnek minket, abban az esetben, hogyha már van büntető eljárás folyamatban, hanem azok a személyek is felkereshetnek, akik még nem tudják, hogy vajon tegyenek-e büntető feljelentést. Olyan esetekről lehet szó, amikor a családi kapcsolati rendszerben ér valakit bántalmazás. Előfordulhat olyan eset is, akkor valaki egy kapcsolati erőszak áldozata látja, hogy az élethelyzete drasztikusan megváltozna abban az esetben, hogyha ebből a kapcsolatból kilépne, de tele van csupa kétséggel. Mi lesz majd a gyermekemmel? Hogy alakul majd a válásnak a folyamata? Szakértő fogja majd vizsgálni? Ez már bűncselekménynek minősül? Lehet olyat, hogy véletszállás helyet igényeljek abban az esetben, hogyha esetlegesen a bántalmazó fél nem nyugodna bele abba, hogyha elmenekülnék? Ebben mind-mind segítséget kap tőlünk az áldozatsegítő központban. A pécsi áldozatsegítő központ 4 éve működik. Eddig 6000 áldozatnak segítettek. Ehhez szükség van a rendőrség közreműködésére, hiszen ők azok, akik felhívják az érintettek figyelmét erre a szolgáltatásra. Nem szezonhosszabbításra, hanem elkülönülő szezonokra van szükség a Balatonnál. Erről is beszéltek turisztikai szakemberek Balatonöszödön. A Visit Balaton 365 ezer indok az őszi Balaton mellett címmel meghirdetett őszi kampányítójára az egész országból érkeztek újságírók, akik testközelből is megtapasztalhatták azt, hogy miben nyújt mást a szeptemberi Balaton, mint a nyári. A szezonon kívül is van élet a Balatonnál, amíg nyáron a strandolás és a fürdőzés a legkedveltebb tevékenység a turisták körében, addig a többi évszak az aktív kikapcsolódásról szól a tónál. A Visit Balaton 365 azt fejezi ki, hogy mindenkit vár a Balaton az év 365 napján. Az az alap gondolatunk, hogy bár a Balaton elsősorban egy nyaralóhely, de izgalmas, tartalmas programokkal várja a vendégeket ősszel, télen és tavasszal is. Ennek megfelelően próbáltuk összegyűjteni az ajánlatokat, a nyitvatartó szolgáltatókat, és ezeket a weboldalon megmutatni az embereknek.
A turisztikai szakemberek az elmúlt években azon dolgoztak, hogy 4 évszakossá tegyék a magyar tengert, ehhez azonban kellettek a helyi vállalkozók is. Rá sem lehet ismerni mostani Balatonra, az 5-10-15-20 évvel ezelőtti Balatonhoz képest. Abban az adatbázisban, amit a visitbalaton365.hu oldalunkon megtalálnak a látogatók, közel 1500 szolgáltatót találnak, közöttük szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket és 4 évszakos attrakciókat. Én úgy gondolom, hogy ez egy egyedülállóan gazdag kínálat, kulturális programokkal, gasztronómiai programokkal, szabadidős sporteseményekkel, teljesítménytúrákkal, zenei programokkal, mindenki megtalálja a magának valót. Nem szezon hosszabbításra, hanem elkülönülő szezonokra van szükség a Balatonnál. Erről is beszéltek turisztikai szakemberek Balatonöszödön. Egyre nagyobb szükség van arra, hogy az emberek relaxálódjanak, és ne csak nyáron nyaraljanak, hanem az év többi részében is egy pár napra kiszakadjanak a mindennapokból, hogy egy picit feltöltődjenek, hogy egy picit olyan tevékenységet is tudjanak folytatni, amit a mindennapokban, a munka mellett, az iskolai időszakban nem lehet. A Balaton erre tud egy ideális helyszín lenni, hogy minden egyes évszakban külön programokat adjunk, külön lehetőségeket adjunk, és mi most itt a Visit Balaton 365-tel ezen dolgozunk, hogy ez teljesen össze legyen fogva. Egy platformon meg lehessen nézni, hogy kik azok, akik nyitva vannak, milyen programot adnak, milyen lehetőségek vannak, akár sportolás szempontjából, akár programok szempontjából, akár gasztronómiai programok. A Visit Balaton 365 1000 indok az őszi Balaton mellett címmel meghirdetett őszi kampányához borászok és étterem tulajdonosok is csatlakoztak. Én azt gondolom, ez mindenképpen nagyon jó, hogyha össze tudja fogni a Balaton körül a borász társadalmat, illetve a vendéglátó társadalmat, és egy kicsit megrázza azt, hogy igenis tényleg télen, ősszel van lejelentősége annak, hogy vendégül lássuk vendégeket. Persze ez egy adok-kapok dolog, vendég nélkül nem működik a vendéglátás, tehát nagyon fontos az, hogy reklámozzuk azt, hogy tényleg vannak nyitvatartó vendéglátóhelyek, vannak borászatok, ahol lehet időpontot foglalni, vagy állandó nyitvatartással van, és ezeket meg lehet látogatni. A cél, hogy az év minden hónapjában érdemes legyen ellátogatni a Balatonhoz. Ehhez kínál programokat, kikapcsolódási lehetőségeket az új honlap. Az őszi kampánynak a weboldalon keresztül maguk a szolgáltatók is aktív részesei. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Nagy területen kiszáradt a sötét völgyi tó, 60 cm-nyi víz hiányzik a mederből. Hirtelen lehűlés. Hogyan hat a hőmérséklet változás szervezetünkre? Tűzifacsalás. Fokozott odafigyeléssel vásároljunk tűzifát a téli szezonra. Péntek 13. Ki mit gondol a babonáról? Szombaton már szerte az országban kellemetlen, túlnyomó rész borult, és az évszakos átlagnál jóval hidegebb időre lehet készülni. A nap folyamán bármikor és bárhol előfordulhat kisebb eső, szemerkél és zápor. Vasárnap is borús, és az évszakos átlagnál jóval hidegebb idővel lehet számolni. Térségünkben hétfőn is marad az esőzéseket és szeles, hideg időjárást okozó ciklon, de várhatóan lassan veszít erejéből. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!